kötelességünk segíteni. De kérem szépen, ne keverjük össze az anyagi javakat azzal, hogy az emberi lélek, hogy az életnek a tartalma, hogy jó életet élünk-e, tartalmasat, szeretetben gazdagot, ez nem attól függ, hogy valaki szegény, vagy pedig nem. Ezért javaslom azt, hogy ezt is gondolják át, hogyha megkérhetem még egyszer. Nagyon szépen köszönöm és örülök annak, hogy a 11-es törvénymódosító javaslatomat támogatta mind az Alkotmányügyi Bizottság, mind az előterjesztő, ahol is két dolgot szerepel. Az egyik a valódi népuralom, ez csak talán egy sokak számára kötözködésnek is tűnhet, nincsen valódi népuralom, vagy van népuralom, vagy nincsen népuralom, és az áll, vagy a mondjuk azt, hogy áll népuralom, az nem népuralom, azt csak hívhatják népuralomnak, de a legfontosabb része a kiegészítésnek, hogy az igazságos eljárás bekerült a többi közé. Ne haragudjanak, nem tudok, 50 másodpercen van, nem tudok mindenre részletesen kitérni és idézni. A 12-esnél valószínűleg hétfőn fogom folytatni a részletesebb dolgokkal. A 12-es, még ha jól gondolom, a nemzeti hitvalláshoz tartozik, már csak erről tudok beszélni, ahol a jövő nemzedékekről beszélünk, hogy az ő elhivatottságukkal naggyá fogják tenni Magyarországot. Az én módosító javaslatom az, hogy tegyük bele azt, hogy ők majd folytatják a munkánkat. Nem állhatunk úgy neki egy alkotmány elkészítésének, ha nem hisszük azt, és egyébként az elkövetkezendő éveknek, ha nem hisszük azt, hogy mi fogjuk naggyá tenni Magyarországot. Mi tesszük le az alapjait annak, hogy ők majd ezen építkezve még nagyobbá tudják tenni Magyarországot. Egyszerűen bíznunk kell magunkban, és sugallnunk kell azt a jövő generációi felé, hogy mi erre képesek vagyunk, és ezzel erőt adunk arra, hogy ők is képesek erre. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Nyikos László képviselő úr következik a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim! Itt az első nap fináléjában még szeretnék három módosító indítványhoz véleményt fűzni. Az egyik az ajánlás 99-es számú pontja, amelyben arra tesznek javaslatot, hogy az alkotmánybírák számát 4 fővel emeljék meg, a 11-ről 15-re. Én ennek a bírósági vonatkozásával nyilván nem fog foglalkozni, nem a szakmám. Az a része viszont a szakmámhoz tartozik, hogy ugye a bíráskodás is pénzbe kerül, közpénzbe kerül, és nem mindegy az, hogy mennyiért alkotmánybíráskodik Magyarország. Engedjék meg, hogy összehasonlítást tegyek a német alkotmánybíróságnak a létszáma, infrastruktúrája és a magyaré között. Németországban 16 fős alkotmánybíróság dolgozik Karlsruhe-ban. Abban a Németországban, amelynek a lakosságának a lélekszáma 8-szorosa a miénknek, és a GDP-je pedig a 25-szörös a miénknek. Tehát majdnem egy német szintre vinni a létszámot, hát a magyar viszonyokat tekintve igencsak nagyvonalú lépésnek tartanám. Arról nem is beszélve, hogy az előterjesztő nem indokolta meg, hogy mi ennek a háttere, semmiféle számítást nem fűzött hozzá természetesen, idézőjelbe természetesen. Mindössze annyit olvashatunk az indokolásban, hogy a megnövekedő ügyteher miatt. Hát tisztelettel jelentem, a megnövekedő ügyterhernek a viselésére sokféle megoldás van, a szervezéstől kezdve a munka hatékonyságának a növeléséig, etc. Ezeket nem akarom sorolni. És az én számításaim szerint ez a 4 fős emelés, ez körülbelül évente 150 millió forinttal fogja növelni a Magyar Köztársaság központi költségvetését, az adófizetőknek a pénzéből természetesen. Tehát meggondolandónak tartom ezt a nagyvonalú, a német alkotmánybírósági létszámhoz és infrastruktúrához mérhető bővítést. Hiszen itt nem csak a 4 bíróról van szó, hanem a hozzátartozó titkárságokhoz, gépkocsi vezetőkhöz, gépkocsikhoz, egy alkotmánybírónak a juttatásai megegyeznek a miniszternek a juttatásaival, és ebből aztán sok minden következik, nem akarom ezeket részletezni. Tehát én ezt drágának tartom, meggondolandónak tartom,
a magyar viszonyokhoz képest szerényebb létszámmal kellene alkotmánybíráskodni. Ez az egyik megjegyzésem. A másik indítvány, amihez megjegyzést kívánok fűzni, az megint csak egy terminológiai problémát célhoz vet föl. Azt javasolják az előterjesztők, hogy nyelvhelyesség erősítése céljából nyelvhelyesség erősítésére irányuló javaslatot tesznek, és a bruttó hazai terméket nevezzük ezután az alaptörvényben teljes hazai összterméknek. Na most én értem a nemes szándékot, hogy az idegen szavakat lehetőleg ne tegyük bele az alaptörvénybe, hiszen én magam is azt javasoltam, hogy lehetőleg közérthető legyen az alaptörvénynek a szövege, egy átlagos érettségizett embernek érthető legyen, és így tovább. Ezonban ez egy átestek a ló másik oldalára. De a bruttó hazai termék az egy annyira közismert fogalom a szakmában, hogy most az lesz a probléma, hogy aki a teljes hazai összterméket fogja itt olvasni, az nem fogja érteni, hogy mi ez. És ha egy lexikonban utána fog nézni, utána akar nézni, nem fogja megtalálni. Hát a bruttó hazai termék, a GDP magyarul idézőjelben, hát minden országban így definiálják. Ezt értelmetlennek tartom, ezt visszamagyarítani. A bruttó, mint idegen szó, a magyarban már magyarnak mondható. Tehát ezt fölöslegesnek tartom. Tehát a nemes szándékot, mármint a nyelvhelyesség erősítésének a szándékát elismerem, de a megoldás rossz. Ezért kérem, hogy ezt korrigálják. Végül a harmadik észrevételem az a költségvetési tanácsra vonatkozik, amit magam javasoltam, nem találom a számát. Ugye itt azt javasoltam, hogy a költségvetési tanácsot, mint intézményt ne tegye bele az országgyűlés az alaptörvénybe. Részben azért, mert a történeti alkotmányhoz semmi köze, Magyarországon soha ilyen intézmény nem volt. Mindössze 4-5 éves múltra tekinthet vissza a jogelődje, amit ugye megszüntettek, vagy átalakítottak a költségvetési vita kapcsán. Tehát azt gondolom, hogy több pártrendszerben, mint amilyenben mi működünk, minden pártnak, amelyik a parlamentbe kerül, minden frakciónak van egy költségvetése. Abból a költségvetésből lehet finanszírozni azokat a szakértőket, akik meg tudják mondani, hogy a kormánynak az előterjesztése az elfogadható, nem elfogadható, milyen gondokat tükröz, és ennek a parlamentnek kell megmondania azt, hogy elfogadja-e a kormánynak a költségvetési törvényjavaslatát, vagy visszaadja, mert valami gondja van vele. Nos, ez a javaslat, ami itt előttünk van, ez három embernek akarja azt a jogkört megadni, hogy egyfajta ütköző bakot emeljenek a kormánynak a költségvetési törvényjavaslata elé, és vétót, jogot kapnak. Hát ez egy valami egészen elképesztő hatáskör, nulla felelősséggel párosítva, mert ennek a három embernek, ugye a jegybank elnökének, a számvevőszék elnökének és a köztársasági elnök által kinevezett harmadik embernek, egyben a grémiumnak az első embere, ez a három ember képes arra, hogy bármelyik kormánynak a javaslatát úgymond visszadobja, és a parlament is lemond a saját jogosítványainak egy részéről, hiszen nem ő maga gyakorolja a költségvetési jogát, hanem leadja három embernek, akiknek a javaslatáért semmiféle felelősséget nem rögzít az alkotmány. Ez egy egészen szokatlan, hát a világon én még ilyet nem láttam. Egyébként maga az intézmény is 3-4-5 ilyen fajta intézmény van a világon, egy amerikai import egyébként, és ennek egy magyarított torzója ez a költségvetési tanács. Tehát én ennek az intézménynek az alaptörvény bemelését semmiképpen nem tartom, aránytévesztőnek tartom. Ha fontos ez az intézmény, akkor egy törvényt tessék róla alkotni, és működjék úgy, de alaptörvénybe emelni, ez teljes szereptévesztés. Köszönöm, elnök úr. Képviselő úr, most Páncél Károly képviselő úr következik rendes felszólalásra a Fidesz képviselőcsoportból. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam, így a részletes vita vége felé engedjék meg, hogy egy rövid módosító javaslathoz egy rövid hozzászólást hadd tegyek meg. Ez a módosító javaslat a 47-es sorszámot viseli, és a törvényjavaslat 9. cikke első bekezdéséhez szól, mely eredetiben így íródott, hogy Magyarország védi a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanulás,
és a tanítás szabadságát. Én is egyetértek Harrag Péter képviselő úrral, aki ehhez módosítást nyújtott be, hiszen nem kellene olyan dolgot védenünk, ami nincs. A tanulásnak van szabadsága, a tanításnak azonban, valljuk meg őszintén, nincs szabadsága, és ehhez beadott képviselőre egy módosítást, hogy törvényben meghatározott keretek közötti szabadságát kívánja védeni a tanításnak az alkotmány tervezet, az alaptörvény tervezet, és ez jól is van így. Engedjék meg, hogy röviden itt megindokoljam ezt. Ugyan a tanításban is vannak persze bizonyos elemek, amelyek szabadságot adnak, ilyenek például bizonyos pedagógiai módszereknek a kiválasztása, vagy bizonyos taneszközöknek, tankönyveknek a kiválasztása, ott bizonyos fokú szabadság az érvényesülhet, bár ott is vannak azért pontos szabályzók. A tanításnak a teljes szabadsága az nem létezik, hiszen pontos törvények, jogszabályok, rendeletek szabályozzák a tanításnak a működését. Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy a tanításnak az egyik legfontosabb kerete ugye az iskola, mint intézmény. És függetlenül attól, hogy ki annak az intézménynek a fenntartója, egy iskola, egy intézmény elindításához működési engedélyre van szükség, nagyon pontos és konkrét előírások alapján adják ezt ki, milyennek kell lenni az épületnek, egy eszközjegyzék szabályozza, hogy milyen felszerelésnek kell jelen lenni, az alkalmazottaknak milyen végzettségének kell lenni, költségvetéssel kell rendelkezni, tehát megvan adva pontosan, hogy milyen személy és tárgyi feltételek szükségesek a tanításhoz, az oktatáshoz. A tanítási év rendjét miniszteri rendelet szabályozza, és hát az oktatás tartalmát is szabályozzuk, hiszen létezik a nemzeti alaptanterv. Amiről persze lehet vitatkozni, hogy ez mai formájában mennyire nemzeti, mennyire felel meg egy kerettantervnek, de létezik egy ilyen, nevezzük kulturális nemzeti kánonnak, ami 16 éves korig ma szabályozza az oktatásnak, nevelésnek a tartalmát. Léteznek helyi tantervek, léteznek pedagógiai programok, melyeket a fenntartók elfogadnak, tehát még egyszer szeretném megerősíteni azt, hogy támogatandó az ilyen irányú módosítási javaslat, mert a tanításnak ilyen értelemben véve nincs szabadsága. Tisztelt képviselőtársaim, még egy gondolatot engedjenek meg, az alaptörvény római 10-es cikkeje az oktatáshoz való jogról szól, nagyon helyes, hogy ez az alaptörvényben szabályozva legyen, azonban egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, mindig oktatásról beszélünk, és egy kicsit elsikkadunk és elsiklunk amellett, hogy a nevelés is legalább ugyanolyan fontos. Más törvényekben persze úgy is szerepel, hogy nevelési, oktatási intézmények. Én a nevelés fontosságára szeretnék itt egy gondolat elejéig ráerősíteni. A nemzeti hitvallás része az alaptörvénynek is maga egy olyan szöveg, ami azt gondolom, ha nem is nap mint nap foglalkoznak majd vele az oktatásban, de ezek a fogalmak, az ezer éves történelmünk, a kereszténység, mint nemzet megtartó erő, az emberi méltóság, a család és a nemzet, az ember becsületének alapja a munka, a békesség, biztonság, rend, igazság, szabadság, a Szent Korona, mind olyan fogalmak, amelyek hatalmas lehetőségeket adnak az iskolai nevelésben. És ma már annyi szép idézetet hallottunk itt ebben a házban, engedjék meg, hogy én is egy idézetet hozzak ezzel kapcsolatban ide önök elé. Az idézet. Társadalmasodásra és nemzeti öntudatra nevelni kell, nem tanítani. Az iskolában többet kellene nevelni, kevesebbet tanítani. Ez áldozatot jelent. Kisebb osztályokat, nagyobb elmélyülést a tanár részéről az egyes tanulóval való foglalkozásban, így több tanárt. De az eredmény minden áldozatot megérne. Nos, ezt az idézetet azért hoztam önök elé, mert ez ma is egyrészt időszerű, társadalmasodása és nemzeti öntudatra nevelni kell, nem tanítani, másrészt pedig amiért idehoztam, ez Teleki Pál miniszterelnöktől származik, aki pontosan 70 évvel ezelőtt halt meg április 2-án, máig tisztázatlan körülmények között, és azt gondolom, hogy a gondolata is időszerű, illetve az ő tisztessége és becsülete az a mai napig példaértékű lehet minden politikus előtt. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Tóth József képviselő úr következik rendes felszólalásra a Fidesz képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Ugyan az általános vitában már egyszer volt szerencsém hozzászólni a Nemzeti Hitvallás című fejezethez, most azonban a előttünk álló törvény 12. cikkéhez szeretnék véleményt mondani. Mielőtt ezt kifejteném, engedtessék meg, hogy egy kis bevezetőt mondjak. Az alkotmány országunk legfőbb törvénye, iránytű mindennapi életünkhöz, hitvallás legfontosabb értékeink mellett. A rendkívül magas társadalmi támogatottsággal megválasztott Fidesz-KDNP pártszövetség azt is célul tűzte ki, hogy az 1949 óta hatályban lévő alkotmányt 2011 tavaszára egy új, a demokratikus értékeknek megfelelő nemzeti alaptörvénnyel írja fölül. Egy országgyűlési képviselő munkája során ritka és kivételes lehetőség az, hogy országa alkotmányának megalkotásában vehet részt. A rendszerváltás óta több mint 20 évvel olyan törvénye születik végre a magyar nemzetnek, amely a múlt értékeit megőrizve a jövőbe mutat. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában való részvétel nem csak politikai lehetőség, hanem társadalmi kötelezettség is egyben. Büszke vagyok, hogy részese lehetek a történelmi pillanat megvalósulásának. Tisztelt Ház! A következőkben a jogos védelem, illetve a tulajdonvédelem alaptörvényi megfogalmazásával kapcsolatban szeretném megosztani gondolataimat. Az előttünk fekvő javaslat 12. cikke rögzíti a tulajdonhoz való jogot, garantálva ezzel a tulajdonvédelmét, hiszen enélkül egyáltalán nem beszélhetnénk magántulajdonra épülő társadalmi rendről. Az állam kötelezettsége a magántulajdon védelme. Bár a jelenlegi alkotmány is tartalmaz bizonyos rendelkezést, amely korlátozza a tulajdon állami kisajátítását, hazánk történelmének vészterhes fejezetei miatt számunkra különösen fontos az e fajta szabályozás. Ez a 12. cikk most egy újabb bekezdéssel egészül ki, nevezetesen az állampolgár azon jogával, amely lehetővé teszi, hogy törvényben meghatározottak szerint elháríthassa tulajdona ellen intézett, illetve azt közvetlenül fenyegető jogtalan támadást. Ennek a jognak alkotmányos rangra emelését mindenképpen áttörésként értékelhetjük. A jelenlegi hatályos törvények ma is lehetővé teszik a testi épség és tulajdon elleni támadások elhárítását, azonban a bűnelkövetőt jobban védik, mint a cselekményt kivédeni szándékozó személyt. Ma a védekező kezét lefogja, bénítja az esetleges következmények miatti aggodalom. Az a tudat nehezedik rá, hogy kétszeresen van vesztenivalója. Az állam természetesen nem engedheti meg, hogy a védekezés bosszúállássá fajuljon, de épp ennyire fontos, hogy a veszélyben forgó élete vagy tulajdona védelmére kész bátorság és energia minden becsületes emberben töretlen legyen. A tisztességes magyar emberek hathatósabb védelemben kívánják részesíteni személyüket és vagyonukat az egyre erőszakosabbá váló bűncselekményekkel szemben. Ez világosan kiolvasható a nemzeti konzultáció keretében visszaküldött válaszokból is. Éppen ezért hiszem, hogy a törvény nem támaszthat magasabb követelményt a jogszerű védekezővel szemben, mint amilyet a jogtalanság talaján állóval szemben megkíván. Nem kérhetjük a jogos védelmi helyzetben lévő állampolgártól, akit éppen támadás ér, hogy lehetőleg kimélje a jogellenes támadót. A jogtalan támadó javára csak olyan kritérium,